Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, hold suttogás, vagy hold suttogó jóslás május 19-én. A hold nagy hatással van az életünkre, befolyásolja az érzelmeinket is. A hold nem csak a bolygókkal áll kapcsolatban, hanem a csillagokkal is, és a holdnak van egy ilyen tulajdonsága, hogy ezt az energiát átveszi, és közli velünk. És ezt minden nap. Mi ez a hold suttogás? A hold a mai napon, tehát május 19-én az Eridanus folyó hatása alatt áll. Ebben az égi hatalomban van összesen 9 folyó, és Eridanus ehhez tartozik. Az közli velünk a víz elemét, tehát az érzéseket, de azt is, hogy minden olyan simán mozog, kell, hogy ebben bízzunk. A hold ma eléri az Ahernár csillagot, és lefordítva ez annyit jelent, hogy ennek a folyónak a vége. Az úgy hat ránk, hogy kell, hogy valamit befejezzünk. Vagy vannak céljaink, és látjuk azt, hogy hova vezet, látjuk a végét, az eredményeket. A következő csillagot Kurzának vagy Dálimnak nevezik, és ez egy trónt jelent lefordítva, az Orionnak a trónját. Ennek is van egy hatása a mai napra, mégpedig azt, hogy vegyük hatalomba a mi trónunkat szimbolikusan. Ez azt jelenti, hogy kell, hogy mi uralkodjunk a helyzet fölött, vagy kell, hogy uralkodjunk az életünkben. Vegyük át ezt a szerepet, és vegyük át ezt a trónt, mutassuk ki másoknak azt, hogy ez a mi helyünk. Itt, ebben a helyzetben most mi uralkodunk. A következő csillagot Cauráknak nevezik, és lefordítva ez egy csónakot jelent. Tehát ezen a folyón van egy csónak, ami mozog. Hogy hat ki ez a mai napunkra? Mi tudjuk mozgatni az eseményeket. Tehát van egy csónak, amiben beülhetünk, van egy trón is, és itt trónolunk, és ez a folyó elvisz bennünket, ez a csónak elvisz bennünket a célunkhoz, a folyó végéig, tehát elérjük a céljainkat. Minden rendben folyamodik, viszont az kell, hogy mi itt uralkodjunk, és mutassuk ezt a büszkeséget is. A következő csillagot Ránának nevezik, lefordítva békát jelent, hogy hat a mai napra ez a béka csillag. A békáról annyit mondhatok, hogy szimbolizálja a gazdagságot, a növekedést, és az álomfejtésben az áll, hogy a béka szerencsét hoz. A következő csillagot Beidnek hívják. Ez a csillag szintén ebben a csillagképen található Eridanus folyónak hívjuk ezt a csillagképet. Beid annyit jelent lefordítva, hogy tojás. Ez valaminek a születését szimbolizálja. Tehát itt mozognak most az események, itt lesz valami új, valamit lezárunk, vagy ha valamit tervezünk,
akkor az már látható is, hogy hova vezet. A mai napon lehet, hogy kicsit türelmetlenek vagyunk, de bízunk abban, hogy jóra fordulnak az események. És most néhány szót a hold és a bolygók kapcsolatáról. Hold ma egy jó kapcsolatban áll Vénusz bolygóval, a szerencsét hoz a szerelem élet területén, mutatja a nőiességet, és mi, hölgyek, most kimutatjuk az érzelmeinket. A hold a Neptun bolygóval is egy jó kapcsolatban áll, az mutatja az álmainkat, egy szép szerelmi kapcsolat, de ez az álomkép gyakran csalódásokhoz is vezethet, ha mi hajlamosak vagyunk arra, hogy nem a reális dolgokat nézzük, hanem előfordulhat az is, hogy valaki közöl velünk valamit, és az olyan csodálatosnak tűnik, de nincs semmi köze a reális dolgokhoz, lehet még az is, hogy hazugságról van szó. Tehát legyünk kicsit óvatosak. Ami még fontos a hold energiánál, és ez a hold házakból jön, ez az információ, hogy tekintsünk valamit úgy, mint egy fa, aminek gyökere van, és az jelenti azt is, hogy el kell, hogy érjünk valamit, ahol úgy érezzük, igen, ez a helyem, itt le kell, hogy gyökerezzek. Az is lehet, hogy ez a vágya a párotoknak, neki az az érzése, hogy ez a szerelmi kapcsolat biztonságot nyújt neki, végre itt le tud gyökerezni. A mai napon viszont meg kellene, hogy fordítsuk ezt a fát, és akkor látjuk, hogy a gyökerek felfele mutatnak az égi hatalom felé, és pontosan ez, ami bennünket most megnyugtat, ami nekünk azt az érzést adja, hogy igen, ez az égi hatalom, ez, ami belülről erősít bennünket. És ez volt a hold suttogó felvételem. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!